Szinte megállás nélkül kerül a varrógép tűje alá az újabb anyaga gumiszalaggal, egyik szájmasz készül a másik után. Ma már jóformán napi rutin lett a varrónők számára, mondta a település polgármestere, hiszen az elsők között voltak, akik önkormányzati és települési szinten is megkezdték az ilyen jellegű segítségnyújtást. Úgy gondolom, hogy az önkormányzatunk is, illetve a belügyminisztériummal egyeztetve megkezdtük a MACS-nak a varását, és innentől kezdve az ő irányításukkal megkezdjük az országba oda, ahova ők ezt elő megrendelik, természetesen önkormányzatoknak a MACS-nak a kihelyezését. Jelenleg úgy néz ki, hogy itt 1000 darab maszkot tudunk varni, de jött az ötlet, hogy meg kellene próbálni azokat az idős embereket megkérni és varattatni, akik kint vannak és már nyugdíjasok. És hála Istennek újabb 10 emberrel gyarapodtunk, eszméletlen gyorsasággal tudnak még varni a kint lévő idős hölgyek. Természetesen meg fogjuk nekik köszönni, már megvan a tervem, hogy milyen úton, módon, köszönjük majd meg nekik, társadalmi munkába várnak, és minden nap szedjük össze tőlük, és onnan is bejön újabb 1000 maszk. Úgyhogy napi 2000, én szerint az egész komoly teljesítmény egy ilyen kis falutól. Nagyon jó érzés, és örülünk neki, hogy átállhattunk rögtön a maszkvarásra, hogy sok emberen tudunk majd segíteni ezzel. Leszabjuk, beadjuk szallagra, és ott folyamatosan vágják a gumit, folyamatosan varják, és úgy dolgozunk. Reggel 6 órától dolgozunk, és 14-20-kor hagyjuk abba a munkát. Az önkormányzat 8 varrógépet helyezett ki eddig azoknak az önkénteseknek, akik segíteni szeretnének, de terveik szerint újabb 2-vel növelik ezt a számot. Első körben természetesen a karcsaiak kaptak ezekből a maszkokból, ezt követően kezdtek bele a továbbiak gyártásába. Ami Szent István Baksa, nem tévedek? Talán van ilyen, hihetetlen az úr egy felhívással fordult az országhoz, és én megláttam, hogy milyen kevesen vannak, mindössze 274-en élnek abban a faluban, én nem voltam még ott soha, és hihetetlen, de kecskeszappanra cseréltük a maszkokat. Szóval ez egyszerűen észbontó volt, mikor elolvastam az e-mailt, akkor picit elmosolyogtam magam, hogy drága Isten, már én meg kecskeszappan nem is láttam. És bizony, hogy elküldött, föladt a postán, azt mondja, a polgármester úr, egy ilyen kis községbe, ahol ennyien élünk, annyi a feladat, hogy el se érkezek hozzád menni, most elküldöm neked postán, én meg elküldtem a maszkokat neki, minden egyes lakosnak küldtünk maszkot. Csak érdekességképpen így megemlítettem egyet, de innentől kezdve, ahogy említettem is, a belügyminisztérium által vezérelt településekre kerülnek majd a maszkok. Az önkormányzat részéről ebben a varrodában közel 30-an varnak folyamatosan.